a KMK Szungvári járási középszintű szervezetének közgyűlése. Széchenyi szobrot avattak Csetfalván. Felvidéken jártunk a Vigyázók Egyesülettel. Stúdióbeszélgetés Váradi Natáliával. Mindez most a Hétről Hétrében. A Nagydobronyi Magyar Házban tartotta meg közgyűlését a KMKS Ungvári járási középszintű szervezete. A közel 11 ezres tagságú, 31 alapszervezetből álló közösség 54 delegátja volt jelen az évértékelő tanácskozáson. Balog Lévé, a szervezet elnöke, a megyei tanács képviselője felszólalásában beszámolt a koronavírus járvány kezdetén a KMKS által védőeszközök beszerzésére meghirdetett gyűjtésről, valamint értékelte a 2020-as önkormányzati választások eredményeit. Beszámoltunk az eltelt időszaknak az eseményeiről, elsősorban a COVID-járványban tanúsított összefogásról, gyűjtésről, azok eredményeiről, illetve a támogatások eljuttatásáról. Természetesen a legnagyobb esemény, ami történt az elmúlt másfél évben, az a választás, azoknak az eredményeit értékeltük, hiszen az ungvári járási magyarság megint kiváló eredményt produkált, hiszen a 74 ezerről 250 ezerre bővült ungvári járásban meg kellett magunkat méressük. Egy olyan szervezetnek, ahol, tehát akinek a tagsága egy 10 000 fő fölötti, illetve számszerűen 13%-át tesszük ki. 1991-től dolgozok. 90. Az elnöki beszámolót követően a kistérségek képviselői számoltak be a helyi sikereikről és aktuális problémáikról. Puskár Árpád, a szürtei kistérség polgármestere beszédében kihangsúlyozta. Az érdemi munka lehetőségei megvannak a kistérség vezetése és képviselőtestülete között, ami a fejlődés elengedhetetlen eleme. Györke Róbert, a szürtei kistérségi tanács KMKS frakciójának vezetője felszólalásában kiemelte, a képviselőknek nemzetiségtől és párthovatartozástól függetlenül mindenekelőtt a közösség érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Minden egyes községben korszerűsítettük az utcavilágítást. Most történnek az utcák, azoknak az utaknak a tulajdonjogi okmányának a elkészítése, amik a község, a kistérséghez tartoznak. Külön a megyei, külön az állami utak is kilnak. És utána kezdődik meg ezeknek az utaknak a javítása. Egy picit nehezen indultunk bele, de most már mindenki megértette, tehát nem csak a KMKS frakció tagjai, hanem a többi tanácstag is, hogy csak úgy tudunk eredményeket elérni, hogyha közösen dolgozunk. Ők belátták, hogy mi a térség fejlődését szolgáljuk. Úgy fogták fel először, pláne az ukrán nemzetiségek, hogy mi úgymond egy magyarabb térséget akarunk, vagy a magyarság, csak a magyarság jogait akarjuk védeni, de mi elmagyaráztuk, hogy ami jó a magyaroknak, az mindenkinek jó, és egy falon belül, hogyha történik valami fejlesztés, az nem csak a magyaroknak történik, hanem az mindenki számára pozitív. Őrhidi László, a Nagydobronyi Kistérségi Tanács KMKS frakciójának vezetője felszólalásában az ígéretek betartásának fontosságát emelte ki. A csapi kistérségben a jó választási eredmények ellenére a KMKS-OMP frakciója az ellenzékben való politizálásra kényszerült, de ennek ellenére készen áll a kistérség számára legfontosabb feladatok elvégzésére. Sikeresek legyünk, nem a saját érdekünkben, hanem a közösség érdekében felvállalni azokat a dolgokat, amit a választási kampányban megneveztünk. Egyébként a frakció, amelyet vezetek a KMKS frakció a Nagydobrony Kistérség tanácsába, az sok új képviselői munkát érintő újítást vezetett be, és azt gondolom, hogy ez előre viszik azt a munkát, hogy a képviselőink tudatosan és a választóinknak nagyobb megfeleléssel végezzék a munkájukat. Egyeztetések nincsenek, a polgármester gyakorlatilag kijelentette, hogy nem tárgyal a mi frakciónkkal és az ellenzéki úgynevezett ellenzéki képviselőkkel, de én nagyon remélem, hogy a helyzet az változni fog. Ezeket a feladatokat valakinek meg kell lesz oldani, el kell lesz végezni, és mi arra készülünk, hogyha eljön az az idő, amikor mi érdemben is bele tudunk szólni ebbe a munkába, akkor mi készen állunk ennek a feladatnak a megoldására.
A közgyűlés végén méltatták a szervezet eredményes munkájáért elismerésben részesült tagjait. Balog Lévia, a KMKS Ungvári járási középszintű szervezetének elnöke zárszavában kiemelte. Bőven van tennivaló terv, melyeket összefogással, valamint a közösség iránti elkötelezettség révén meg lehet valósítani. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Széchenyi István születésnapi alkalmából állíttatott szobrot a grófnak Csetfalván, a községháza előtti téren. Az ünnepségen Tar Attila, a KMKS helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Büszkék vagyunk rá, nem csak a szoborra, hanem arra is, hogy gróf Széchenyi István Csetfalván járt. Ha nem is itt éjszakázott, de el lehet mondani, a mi földünkön, a Csetfalvi földön itt járt gróf Széchenyi István, és nagyon büszkék vagyunk rá. Széchenyi 1847-ben a Tisza szabályozás munkálatainak menetét tekintette meg a vidéken, és felkereste a folyópartján fekvő községet is. Erre a helyiek máig méltán büszkék, emelte ki beszédében a KMKS Beregszászi járási szervezetének elnöke. Sin József hozzátette, a Széchenyi szobor nem csak egy emlékmű, hanem azt a szellemiséget, az örökös tenni akarást is szimbolizálja, amely a legnagyobb magyar életét, munkásságát jellemezte. Széchenyi szobrot avattunk, amelyiket már nagyon régen szerettük volna, úgy éreztük, hogy a legnagyobb magyar ezt megérdemelte, kiérdemelte. Ugyan itt, amikor Csetfalva határában járt, a hajója Zátonyra futott, de hát sokkal fontosabb volt annál, hogy az elvei és a tenni akarása soha nem futott Zátonyra. És ennek megfelelően kezdődtek meg olyan reform, intézkedések, dolgok, amelyikben Széchenyi vitte a főszerepet. Gondolok itt a Láncid építésére, vagy az első gőzgépek hasznosítására. Nagyon fontos volt igaz megteremteni a feltételeket, hogy Pest, Buda egyesüljön, és így az ország fővárosa legyen. Az ötletadó az a könyvtáros Jány volt, mert azt mondja, Pista, hát járkálsz össze-vissza, faragsz, és itt meg nincsen sem. A szobor alkotója Csetfalva szülötte. Gerge István fafaragó elmondta, a helyi közösség egy emberként állt mellette, miután megszületett a szobor elkészítésének ötlete. Ez olyan dolog ez a faragás, hogy mint mikor az elsős gyereknek megfogja a tanító a kezét, és akkor azt mondja, hogy na, írjuk már ezt a betűt, de azért olyan görcsösen szorítja, és hát a tanítóval együtt se sikeredik úgy az a betű. Azért meg úgy gondolom, hogy azért csak fogja az Isten a kezem, lehet, hogy egy görcsösön fogtam, aztán lehet nem úgy sikeredett, de igyekeztem azért, hogy jó sikerüljön. Széchenyi István szobra ezután minden bizonnyal Csetfalva egyik ékessége lesz. Miután leleplezték az alkotást, a jelenlévők elhelyezték a legnagyobb magyar szobránál a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Mind az első, mind a második világháborúban nagyon nagy számú magyar honvéd lelte halálát. A Szentendrei Székhelyű Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület közel 15 éve végzi az első és második világháborús magyar katonasírok temetők felkutatását a Kárpát-medencében. Eddig több mint 80 helyszínen azonosítottak be temetési helyeket Kárpátalján és a délvidéken. Ezeket igyekeznek rendben is tartani. Ezt a tevékenységet végzi a Felvidéken a Memoria Patrum honismereti társulás. Az eddigi munka eredményeit mutatja be az a közös fotókiállítás, amely Hadisírok nyomában címmel nyílt meg a felvidéki Bényben. 2015 óta működünk együtt felvidéki hasonló témában dolgozó tevékenykedő szervezetekkel, így többek között a Memoria Patrum elnevezésű Párkányi székhelyű szervezettel. Ők nagyban segítik a munkánkat, és elmondhatom, ez a munka az kölcsönös, hiszen adatokkal mi is ellátjuk őket. Vannak közös futtatott projektjeink, ezek közül egyet hagy emeljek ki. Kutattunk mi Kárpátalja egyik szegletében a Csapi hídfőt
említem itt föl, ahol 44. októberétől hatalmas nagy harcok folytak. Ugye az első magyar hadsereg itt próbált kibújni a szovjet zsákból, a szovjetek szorításából, és ezt a hídfőt több mint két hónapon keresztül védelmezte. Nos, az ottani veszteségkutatásaink igazolják azt, hogy sokan, akik csap védelmében harcoltak 1944. október és novemberében, ők ugye sebesültek is akadtak közöttük, és ezek a széteső csapatok a Felvidékre vonultak vissza, és sokan közülük, akik csapon, hangsúlyozom, csapon harcoltak, ők például Királyhelmecen vannak eltemetve. Az első magyar hadsereg alakulatai a Felvidéken keresztül vonultak visszafelé, és próbálták megállítani pillanatokra a frontot a szovjetek és a hozzájuk csatlakozó román fegyveres erők ellen. Részben eredményes volt, részben sikertelen volt ez. Közel 3000 katona halt meg ezekben a harcokban. Most is elmondtam a bemutatkozómban, hogy mivel foglalkozunk, kértem a jelenlevőket arra, hogyha van tudomásuk hiányzó szeméről, vagy ismernek olyan szemét, aki keresi a háborúkban eltűnt hozzátartozóját, akkor forduljon hozzánk bizalommal. 2013-ban indítottunk egy projektet, ahol az egész Szlovákia területén elesett II. Világháborús magyar katonáknak állítunk egy központi emlékhelyet. Memoria Patrum Horismereti Társulásunknak a fő tevékenysége a jelenlegi Szlovákia területén, a Felvidéken a hadisírok felkutatása és a rendben tartása, valamint emlékművek emelése. De ezen kívül tevékenységeink közé tartozik a különböző zenei hagyományoknak zenei hagyományőrzés, valamint gasztronómiai hagyományőrzés is. Felvidéken tudni kell, hogy a II. Világháború után gombamód szaporodtak a szovjet temetők, ugyanúgy hasonlóképpen a román temetők, de viszont a magyar és a német katonákkal nem foglalkozott senki. Majd a rendszerváltás után, a 90-es évek elején, akkor a Német Népi Hadisírgondozó Szövetség eléggé beindította itt a, akkor még Csehszlovákia, majd később a Szlovákia területén a német katonáknak a exhumálását, majd újra temetését német gyűjtőtemetőkbe. De aztán 2010 táján jött ez a ötlet, hogyha mindenkinek van, minden népnek, minden nemzetnek vannak gyűjtőtemetői, a magyar katonákkal itt a Felvidéken nem foglalkozik senki, hogy próbáljunk meg egy magyar katonai gyűjtőtemetőt létrehozni. Aztán 13-ban sikerült ezt a projektet elindítani, de sajnos, ahogy említettem már, hogy nincs közös megegyezés Szlovákia és Magyarország között, úgyhogy ebből a közös magyar gyűjtőtemetőből annyit tudtunk megvalósítani, hogy létrehoztunk itt 7 kilométerrel Bénytől, Bar településen, egy magyar központi katonai emlékhelyet, ahol a II. Világháborús katonáknak állítunk emléket. 17-ben készült el ott egy központi emlékmű, majd 19-ben átadtunk egy másik két emléktáblát a központi emlékmű mellett, ahol a jelenlegi Szlovákia területén harcoló magyar alakulatoknak a nevei vannak kőbevésve. Erről az emlékhelyről, valamint a társulás további tevékenységéről részletes tájékoztatást nyújtanak azok a fotók és leírások, amelyeket most a nagy közönség elé tárt a szervezet. A tárlatot a Bényi Múzeum hagyományőrző és helytörténeti anyaga egészíti ki. Hely hiányában a felgyűjtött anyag csupán egy részét tudták kiállítani. Főleg amik a környékről előkerültek, 19.-20. századi anyag, ami numizmatikától kezdve a katonai holmikon keresztül néprajzi, helytörténeti papír, fotóanyag, amiből több ezer darab van, és hát mit mondjak még, porcelán, üveg, bútor, minden, ami valamilyen történelmi erekje. A II. Világháború alatt itt nagyon komoly harcok, Közép-Európa talán legnagyobb páncélos csatája és legkomolyabb orosz részről gárdák, német részről páncélos hadosztályok vonultak fel. 40 német részről, 40 orosz részről közel 80 ezer katonával, úgyhogy kemény harcok voltak itt,
január 6-a megkezdésével egész 45 március 25-éig. Na, ezeknek a hozadéka az volt, hogy a környéke rengeteg roncs, rengeteg hadifelszerelés maradt az embereknél, ugye, amiket felhasználtak, ha azoknál megtalálhatóak voltak. Temetőkön kívül nagyon sok réten, szanton, vetőn, erdőkben, spallérokban találtunk addig teljesen eltűnnek nyilvánított katonákat, akiket sok esetben lehetett is az azonosítójegyek alapján azonosítani. Így jutottunk el, amihez személyesen vagy közösen itt a társainkkal közünk volt, az már több mint 350 katona. Kvitek Marian gyerekkori jó barátom, és nagyon örülök, hogy ezt a tevékenységet folytatja, és így a községünkben is megláthatják az emberek, hogy mivel foglalkozik. Igaz, hogy ez csak egy kis része, és így, hogy közösen ezzel a két társulással, itt az Anyaországi Egyesülettel és a két szlovákiai történelmi társulás ide ellátogatott ezzel a kiállítással, nagyon örülünk neki, és bízok benne, hogy nagyon sokan részt vesznek és eljönnek megnézni ezt a kiállítást. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg a Bényi polgármesteri hivatal épületében. Idén ünnepli 10. születésnapját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által létrehozott a tehetségeket felkutató és támogató Géniusz Jótékonysági Alapítvány. A kedvező járványhelyzetnek köszönhetően 10 nyári táborban közel 500 kárpátaljai gyermeknek biztosított az alapítvány képzéseket és persze szórakoztató programokat. Köszöntöm stúdiónkban Váradi Natáliát, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! A nézők engedelmével azért régi ismerősök vagyunk, úgyhogy tegeződjünk. Rendben, köszönöm! Milyen programokat, projekteket sikerült megvalósítani a nyári időszakban? A Géniusz Jótékonysági Alapítvány 10 éve, hogy ez el is hangzott, igyekszik töretlenül minden programját megvalósítani, ami a tehetségek szolgálatát képviselik, a tehetségek szolgálatában állnak. Nemzeti jelentőségű intézményként, kiváló akkreditált tehetségpontként, európai tehetségpontként, tehát igyekszünk helytállni a járványhelyzet ide vagy oda. Egyébként is azt szoktuk mondani, hogy ha elég nemes a cél, akkor a körülmények nem számítanak, márpedig a cél a legnemesebb, a kárpátaljai ifjú tehetségekre való odafigyelés, felkutatás és támogatás. A nyár folyamán 10. alkalommal szerveztük meg a tehetségnapunkat, június 5-én, ezt követően szólt a fülemüle, majd bentlakásos tehetséggondozó hétvégét valósítottunk meg angol nyelv és ukrán nyelvből, ami versenyekre és vizsgákra készített fel, ezután jöttek a sportversenyek, Buzánszky Jenő emlékére a 9. Buzánszky Jenő labdarúgó kupát, majd Zubkó József emlékére a 8. Zubkó József emléktornát valósítottuk meg, és természetesen, ahogy említve volt, ezután következett a 10 tábor. Összességében több mint 1000 gyermek vett részt a programokon, velük 68 oktató foglalkozott szakember, járványhelyzet ide vagy oda, természetesen betartottunk valamennyi előírást, és természetesen nevelők is és egészségügyi védő személyzet is volt a gyermekekkel. A programok nagyon színesek és élvezetesek voltak. Igyekeztünk a gyermekek kedvébe járni, tehát esti szórakoztató, karaoke és egyéb kulturális programokat is szerveztünk számukra, kirándulásokat, múzeumlátogatásokat. Úgy gondolom, hogy sikeres nyarat tudhatunk magunk miatt, nem csak a magas létszám miatt, hanem azért, mert a gyermekek öröme a legfontosabb, és ezt láttuk a gyermekek arcán. Gondolom, hogy a karantén szabályok egy kicsit talán megnehezítették és fölborították a szokásos szervezési rendet. Mennyiben befolyásolta ez és nehezítette meg a dolgotokat? Igen, sajnos második éve nagyon nehéz körülmények között igyekszünk helytállni. Ugye tavaly az nagyon-nagyon nehéz volt, akkor több mindenre oda kellett figyelni, az idén már kicsit kedvezőbb volt a helyzet. Ennek ellenére, minden nehézség ellenére minden programunkat megvalósítottuk. 22 különböző engedélyt jártunk ki ahhoz, hogy a táborokat meg tudjuk tartani. Egészségügyi hivatal, kölyál, katasztrófavédelem, tűzoltóság,
rendőrség, mindenre hivatalos engedélyt kellett szereznünk, még a tojásra is, a menüt le kellett egyeztetni. Az ivóvíz, az természetesen csak palackozott lehetett, ahhoz külön engedély kellett, a szállítása a gyermekeknek, 3 óránkénti fertőtlenítés, szellőztetés, kiscsoportos foglalkozás, sorolhatnám 22 különböző engedély, és mivel ugye a táborok nem egy helyszínen voltak csak a Beregszászi Főiskolán, hanem igyekeztünk kimenni különböző területekre, így voltunk Kisgelyőcön, Nagydobronyban, Tiszapéterfalván, ezért ez a szorozzuk meg ennyi helyszínnel, tehát, de azt gondolom, hogy a csapatunk készen áll a legnehezebb kihívásokra is, mert ahogy már mondtam, a cél nagyon nemes. A kisgelyőci táborra visszatérve, ott egy kis újdonsággal leptétek meg a gyerekeket. Igen, nagyon-nagyon szerettük volna, ha minden egész eltörött gitártáborunk kiegészül egy verstáborral. Az idén még együtt szerveztük a kettőt, de a gyerekek szavalni tanultak, és verseket mondtak, és darabot adtak elő, és annyira szépek, és ügyesek, és tehetségesek voltak, hogy a végén nagyon megható záró műsort adtak, és ekkor született az ötlet, hogy jövőre őket akkor külön tábori lehetőséget nyújtunk számukra, hogy akkor ne csak 20 gyerek tudjon abban részt venni, hiszen a keretek azok kevesek, tehát 40 fő vehet részt egy táborba, a karantén miatt meg ugye 30-ra redukáltatta a hivatalos hatóság, tehát hogy minél többen részt tudjanak venni a verstáborunkba is, ahol a színházi színészek, az Éj és Gyula Magyar Színháznak a szervező, illetve az előadó művészei adtak elő, tanították a gyermekeket. Ez nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy a színésznő az az a tanárnő, aki őt tanította a táborba. Tehát egyfajta motiváltságot ad nekik, erőt, támogatást, és ezért szeretnénk olyan példákat is eléjük állítani, akit lehet követni, hát nem hiába van egy Jankovics Mária táborunk, egy Zubkó versenyünk, egy Buzánszki, ezek mind olyan személyek, a kárpátaljai és a magyar nemzetnek az olyan kiváló egyéniségei, alkotói, szereplői, akiket érdemes követni, akikre érdemes odafigyelni, és a gyermekek előtt példaként kell, hogy álljanak. Ha földrajzilag kellene felmérni, akkor hány iskolát és földrajzilag milyen területet tudtok megmozgatni? 99 magyar iskolával dolgozunk általában együtt. Ez ilyen 75-80 aktív iskola részvételt jelent, és ugye csak a 15 tehetségpontunkban, az idén ugye 15 van, eddig ugye 8 tehetségpontban dolgoztunk 2100 gyermekkel, és ez csak a tehetségpont munkája. Ennél ugye jóval szélesebb a merítésünk, hiszen egy szólafülemül a népzene, néptánc tehetségkutató, ugye a zeneiskolák valamennyit felül elé, egy sport, az ugye sportiskolákat, tehát évente 2,5-3 ezer fővel dolgozunk együtt, hiszen nem csak kisiskolásokkal foglalkozunk, hanem 7-től 35 éves korosztályt fedünk le, fiatal kutatók konferenciája, tudományos diákköri konferencia, vita délutánok, tudományos estek, tudományos napok, vándoregyetem, és különböző ösztöndíjprogramok, amiben szintén több százan vesznek részt, ugye nagyon széles a palett, kérjük, látogassanak el a honlapunkra, és tájékozódjanak az aktuális eseményekről és lehetőségekről. Mindenkit szeretettel várunk. Hát ebből az évből még azért van 3 hónap. Milyen programokat kínáltok még idén az érdeklődőknek? Számos ösztöndíjprogramunk fut jelenleg, lehetőség van rá, például az Ady Endre ösztöndíjat meghirdettük, és gyűjtjük a jelentkezőket 21-ig. Itt hívnám fel minden iskolában tanító, tanárt, igazgatót, hogy küldjék azokat a gyermekeknek a pályázatait hozzánk, akik arra érdemesek, jó tanulók, hiszen 100 ezer forint ösztöndíjat adunk 24 legjobb kárpátaljai magyar gyermeknek 6-11 osztály között. De tegnap zajlott le az Rinnyilona felvételi vizsga, ez egy kutatói program, 10 hónapon keresztül, tehát a tegnapi naptól megkezdve 10 hónapon keresztül dolgoznak majd a professzorok, doktorok a diákokkal, ahol majd a tudományos diákköri konferencián előadják az elért eredményeket, de most zajlik a Sós Kálmán ösztöndíjprogramra a jelentkezés, és 27-én ülésezik a tanács, amikor is meghatározzuk, hogy a tehetségpontokban melyik napokon zajlódjanak a foglalkozások, ott ugye különböző korosztályok vannak, a harmadiktól egészen a 11.
negyedik osztályig, és mindenki megtalálhatja azt a tantárgyat, azt a tudományterületet, ami a szívéhez a legközelebb áll. Hamarosan meghirdetjük a zenevarázslat, zongora programunkat, sportrendezvényeket, tehát nagyon sok mindennel várjuk még a fiatalokat, nagy szeretettel, és kérjük szépen a kollégákat, tanárokat az iskolákból, hogy figyeljenek ők is oda, hogy eddig is tették, hiszen óriási munkát végeznek a kárpátaljai pedagógusok. Annyira sok gyöngyszemet, nagy tehetséget találnak nekünk, hogy mi hisszük azt, hogy a mi hírünk Kárpátaljáról a nagyvilágba is eljut.